Mint megtudtuk, a tanévkezdéshez szükséges tisztasági meszeléseket elvégezték, és a Kovács Mihály tagiskola a felújítás után október elején birtokba tudják venni a tanulók. A másik két tagintézményt, Kiskulcsos és EFAMI a megfelelő állapotban tartották. A tisztasági meszelés karbantartások megtörténtek ott is. A fertőtlenítés előtt ezeket az intézményeket én úgy gondolom, hogy a megfelelő állapotban tartottuk, tehát most inkább a tisztasági meszelések, azok a karbantartások, hogyha valami nem működött, ezeket tettük rendben. Inkább tehát a takarítás és az új kihívásoknak való megfelelésnek próbáltunk, megnéztük a termeket, hogy lehet esetleg a csoportokat bontani, ki hol lesz. Igazából a végleges állapotra októberben tudunk majd beállni, mert a Kovács Újnak a gyermeke is több másik intézményünkben is vannak, és utána pedig 2021 első felében megjelenő új pályázati kiírásokkal a többi intézményünknél is a nagyobb volumenű fejlesztési elképzeléseinket majd szeretnénk egy pályázat formájában érvényre juttatni. Megnézték, hogy a termekben hogyan lehet a csoportokat kialakítani az előírásoknak megfelelve. De igazából a végleges állapot októberben lesz, amikor a kovácsos gyermekek visszaköltöznek a másik intézményekből. Ezt az útmutatót, amiket elvileg a minisztérium kiadott, hogy be kell tartanunk, ezeket kivonatoljuk, és a szülők is, minden szülő fog tájékoztatást kapni. Akik krétán keresztül elérhetők, ez a fajta belső oktatási, tehát ilyen adminisztrációs rendszer, amin a szülőkkel kommunikálunk, vagy ott, vagy pedig papír alapon a szülők meg fogják kapni. Itt zömében, ami a szülőket érinti, hogy beteg gyermekekkel nem jövünk iskolába, hogyha az ilyen csoportosulásokat, nagyobb rendezvényeket kerüljük az iskola környékén, iskolán belül is ezekre megpróbálunk odafigyelni, és ennyi, az összes többi pedig az oktatásra vonatkozó egyéb olyan óvintézkedés. Most valószínű, hogy az elkövetkezendő fél évben, háromnegyed évben nem fogunk külföldi utakat szervezni, tanulmányi kirándulásokat, ezeket megpróbáljuk addig, amíg ez a vírushelyzet úgy fennáll, addig ezt kezelni. 2021 első felében megjelenő új pályázati kiírásokra a többi intézményeknél is nagyobb volumenű fejlesztési elképzelésekre szeretnének pályázni. A tankönyvek folyamatosan megérkeztek. Az intézményvezetőkkel is átbeszélik még az iskolai teendőket az évkezdés előtt. Fel vannak készülve fertőtlenítőszerrel, a szájmaszk használata nem kötelező. Önkéntes alapon lehet használni a diákoknak. Mindenki a saját terem meg egyéb fizikális adottságához képest fogja meghatározni. Alapvetően ezek az intelmek az intézményvezetőknek szólnak, a tankerület ezeket megpróbálja ellenőrizni, és ahol olyan részt lát, ami az intézményvezetőn múlik, ott akkor megbeszéljük, hogy mégis hogy kellene ezt tenni. Most is egyébként, mivel az alsó tagozat 5., 6., 7., 8. külön van, tehát részben megfelelünk, mert elkerüljük egymást, de mondjuk a szakképzési centrumban 7., 8. ott eleve már olyan oktatásszervezésben voltak, hogy nem egyszerre mentek ki szünetekre, tehát egy kicsit már mi ettől függetlenül korábban is megpróbáltunk ilyen dolgoknak elé menni. Remélem most a gyakorlatban is élesben is sikerülni fog, és minél kevesebb megbetegedés lesz a járvány kapcsán. Sági István szólt a Kádasgyörgy iskolában befejeződött fejlesztésekről is, ahol pályázatból 3 foglalkoztató termet alakítottak ki. Ezen kívül 24 millió forintból nyílászáró csere és belső burkolat felújítás is történt tankerületi forrásból. A két pályázattal közel 400 millió forintból újult meg a karcagi és a kisújszállási intézmény. Mivel a pedagógiai szakszolgálattal közösen használjuk ezt az épületegységet, ezért 3 tantermet idézőjelbe vissza kellett foglalnunk, ez a jó partnerség mellett ez működött, visszaadták nekünk, és ezt a pályázati forrásból az itteni kollégák gyönyörű szépen belakták, és a gyerekek érdekében ezt felújítottuk. Tehát a tankeretnek egyszer szerepe volt, hogy itt együtt működtünk, hogy plusz 3 teremmel rendelkezzünk, és kialakításra kerülhessenek a jelen fejlesztő helységek. Ezen kívül a közelmúltban mintegy 24 millió forintot költöttünk többek között nyílászáró cserékre, belső burkolat felújításokra, gépkocsinak, amit tehát a munkákkal kapcsolatosan használunk, felújítására, kazáncserék, stb. Tehát így infrastruktúrálisan is a saját forrásból is komoly összeget tettünk hozzá. A két pályázat pedig közel 400 millió forint, amit a karcagi és a kisújszállási intézményünk közösen használt ott fel szakmai munkára, meg egy pici
pici ilyen szakmai fejlesztésekre, amit majd fognak látni a nézők. Az igazgató bízik abban, hogy sikerül megvalósítani, hogy személyes tanítás legyen az új tanévben, és ne digitális oktatás.